Csácsumi csőrészt a csokoládé és traktorkerék. Szavaztok gyerekek, folytatjuk a My Summer Kart, mert nagyon rá vagyok függve, ne haragudjatok, de imádom ezt a játékot. Akarok mutatni valamit, képzeljétek el, mit csináltam, mert Volkswagenesek vagyunk. Oda nézzetek gyerekek. Igen, ez egy Vento, igen, ez egy MK3-as Jetta, egy Vento, egy csoda, és Volkswagen jelés. Oda nézzetek, ott egy 2-es Jetta, ott egy Keeper Life felirat, és itt van a 3-as Jetta, ugye a Vento. Nagyon-nagyon cool, mi? Én gondoltam, kicserélem a posztereket, ha már egyszer ki lehet. Igen, ki lehet, mert hogyha belemész a játékkönyvtárába, akkor ott lehet módosítani egy-két dolgot. Ezeket lehetett módosítani, meg is mutatom, hogy még mit. Például ezt a hátsó matricát is lehet módosítani, meg ezt is. Meg azt a zászlót ott fönn, de azt még nem módosítottam. Lehet, hogy azt is ki fogom cserélni, ne haragudjatok, de akarom, hogy... Zörögnek, csörögnek a sörös üvegek, gyerekek. Na, el kellene intézni, hogy az éhségünk és a szomjúságunk eltűnjön, és akkor csapjuk neki, gyerekek, kivontatjuk azt a gépet onnan, és akkor nekiállunk szerelni, mert úgy gondoltam, hogy ez miért ne. Várjátok. Eszünk egyet, oké. Okay. Gyors, iszunk egyet. És kirántam onnan ezt a verdát, mert azt nagyon el... Gyerekek, bejövök, kimegyek, mindig csörögnek az üvegek, de miért? De miért? De, hogy bukunk a csapra. Ultra Rézi, ott van-e? Best washing power, ott rá van írva, na. Uri, ne, tehát akkor kell egyet pisilni, azt már így menet közben intézhetjük is. Kicsit fáradtak vagyunk, annyira nem. Nem baj. Egyébként a pisilés az nem kell nagyon szórakozni, így lehet instant, így akár merre nyomhatod neki. Oké. Okay. Itt van valahol, azt hiszem, hogy... Aha. Az a nagy baj egyébként ezzel a dologgal, mint nem a pisiléssel, hanem ez a... Csereg a telefon. Jó, most nem vállalok munkát amúgy se. Nem érdekül a gyerekek. Ja, ezzel a dízel kocsikkal, hogy minden együtt így tízítani kell. Nem, az benzines lesz? Az benzines, ugye? Aj, de jó, végre nem az van, hogy ízítok állandóan. Nem indul. Nehezen indulnak a dolgok. Csereg a telefon, nem baj. Most kacok, annyit csinálunk, hogy akkor kivontatjuk onnan a vördát. Van szélvédőnk? Már is nincs. Egyébként rájöttem, hogy akárhányszor töröd ki a szélvédőt, mindig újra termelődik. Szóval érdemes kitörni, mert így akkor jó kilátsz. Rátolatok, kirántom onnan. Hőhe. Mari. Nem, mert elég jól rát. Aha, szuper jó van. Elvég úgy van, hogy ugye... Itt van valahol egy... Hogy mindig pont oda kell rá kattolni. Na, modé. Valami legyen. Oké? Okay. És akkor ezt... Van itt? Ó, oh, királymód! Királymód gyerekek, megyünk, szállunk be, ezt már nyomjuk is neki. Valamit kell csinálnom ezekkel a sörökkel. Megkérdezzétek, hogy mi történik, nem tudom. Meg kell nézni, mi? Ó, oh, faint a dolog. Ki tudom így kapcsolni? Tök jó. Ez így mindig csörögni fog a telefon, amíg föl nem veszem. Na ezt kire kellene kapcsolni. Egyébként ne kérdezzétek, hogy miért rózsaszín ott az a bal oldalt fönn. Itt töltöd be. Jó van, lekapcsolt. Oké, srácok. Jaj, meg el is felejtettem mondani. Reggel elmegyünk. Ez szana szítanak a gyerekek. Reggel elmegyünk, mert most este van, azt hiszem. Ez a kakuk hang is, ez rémes. Mert csináltam egy olyat, képzeljétek. Különböző festéseket lehet adni az autónak, bele kell menni a játékkönyvtárába, és akkor ott tudod módosítani a textúráját, de azokat majd úgy kell megvenni. Ezek a legyek, bazze, mennyire csiporognak. Várjátok! Nincs olyan, hogy hangerő, vagy valami csoda? Nincs mi?
Player control. Nincs olyan baze. Hát akkor sajnálom. Mondom, kikapcsoltam volna ezeket a izeket. Ja, arra, meg azon filóztam, lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy a motort összerakni. Ja, írtátok, hogy a féltengelyeknek már benn kéne lennie. Nekiállnék a motornak, legyen egy kis változatosság. Várjatok, elpakolunk innen. Ja, meg itt mi az légszűrő? Azt is írtátok, hogy Keeper, nézzél róla videókat, mert nem fogod tudni. Nem baj, nem baj. Szeretem a kihívásokat, imádom a kihívásokat. Lámpecskú, lámpecskú. Pász, ez a jegy, ez ma meg fognak ölni engem, szerintem. Elvisznek. Na. Jó. Csavarkészlet köl. Kulcskészlet. Ez mondjuk hol legyen. Mondjuk ide rakom-e. Odébb blökök vele mindent. Hogy egy nyílosz? Jó. Ez jó helyen van. Megint csörög a telefon. Jó. Gyerekek, kihúzom a dugót. És már ott tartok, ki fogom húzni a dugót. Csendbe legyél. Tök jó. Ki lehet. Ja, új festést, majd reggel akkor. Addig a kis motorszerelés, azt majd reggel. Hogyha nagyon elfáradunk, alszunk egyet, azt megyünk. Motor téma. Gondolom mindenképp az éve kéne. Blokkal kellene kezdeni. Blocka. Black. Van egy főtengelyünk. Azon filózok, hogy az olyat kéne először összerakni. Hát az a kevésbé bonyolult, nem? Megy a főtengely. Meg megy a... Megy az olajteknő, ugye? Mondhatni. Ide kéne raknom azokat, amik az aljához kellenek. Az nem, azt gondolom a hengerfejtömítés. Ezt gondolom az önindító lehet. Olajszűrő, az kell. Menjünk végig, jó? Ez mi? Ez nem a izéknek a hajtókaroknak az alja? Az is alul kell. Úgyhogy akkor az is jöjjön. Hűbb az, ez leesett. Hogy? Szerintem, de várjál, hány van? Nehogy van három van, akkor nem a hajtókarok alja, ha csak nem egy Warburgot rakunk össze éppen. De szerintem nem. Egyben vannak a szelepek meg minden ott, jó. De jó, hogy nem kell összeraknod. Mi? Nyilván nem is bonyolult. Na. Mi az, ami kell? Ja, itt nem. Itt van az generátor. Valami bizpumpa téma. Fönt óra van, disztárcsa. Fék, olajtartály, rádió. Fék csövek, ott nem kell semmi. Ez mi? Starter, itt van a jöző, itt van a... Jó, azt nem viszem oda egyelőre, azt valószínűleg nem alulra kell. Elektronika. Karburátor. Jó, innen nem kell semmi. Akkor az mégse a jöző volt. Akkor az mégse a... Ez most nem jövök rá, mi ez. Ja, ez a jöző, ez a gyújtás. Mi van? Ez a vezérműtengely, vagy mi ez? Az lesz. Ez a, aha, itt meg gyakorlatilag a vezérlés. Itt van a lánc hozzá, itt van a, jó, oké. Ez nem lesz bonyolult, ott a kuplung. És a kuplungon túl ugye, meg akkor ott lesz a váltó. A váltót nem is kell összerakni. Gyerekek, ebben mi a nehéz? Várjál már. Annyira mondták, hogy ez hú, te. Ez valaki látott motort, azért szerintem vágja. Na gyerekek, akkor rakjuk össze. Mindenképp úgy kéne, hogy főtengelyt bele kell pattintani, gondolom. Alulról kéne megkezdeni, és akkor ugye a... hajtókarokról. Bocsa, bogarakér. Jó. Itt nincsenek csavarok, mi? Akkor...
Hol vannak a dugattyúk? Jól van. Ja, meg a dugattyú, meg a hajtókkal is össze van ragva, akkor... Csapszeget se kell berakni, se gyűrűs, se semmi. Ez akkor egyszerű, mint a szálas szög. Majd egy fél óra múlva mi gyerekek, amikor nem tudom, hogy összerakni. Hát magát az elvet, azt tudnám, csak nem tudom, hogy a játékban hogy akarják megvalósítani. Én, ahol össze kéne raknom valóságban ezt a motort, akkor úgy csinálnám, hogy beraknám a dugókat, hajtók, vagy főtengely, főtengelyen ugye rögzíteném a hajtókarokat, akkor ezt ki is veszem, és akkor olajteknő fel, utána megfordít. Én így csinálnám. Hova rakjalak, bébi vagyok? Na. Ez valószínű, hogy mégse. Lehet, hogy akkor ezt berakom. Megfordítom. Ez nem esik ki? Ez nem kell becsavarozni, érdekes lenne, hogyha... És akkor ezt meg ide. Mégse. Szórakozzál velem. Ez gyanúsan valami baj van itt. Hopp! Elvileg... Meg ugye ennek kéne rájönnie... oda. Így. De nem engedi. De hát akkor hogy csavarozom meg a dugókat? Ez nem egy duda volt? Gyerekek, nem dudahat valaki, bazza? És kül olyan volt, mint a dudahat volna valaki. Na mindegy. Más nem kell, ez nem tudom, ez mi? Ez valami... Valami lemez. Motorlemez. Ez nem a izék közé megy? A váltó közé megy meg a... váltó meg a motor közé? Elképzelhetőnek tartom. Lehet, hogy az valami izé, ugye... tömítés. Na! Nézzük. Ez akkor így jó eddig. De végül is ebből három van, várjál. Ezek nem egyformák. Ezek nem egyformák ám. Ez mégis a dugattyúnak lesz az alja, meg rozsdások is. Ez nem is ide megy. Hűha. Nem ide megy. Nem a francot, nem az ide ment. Jó! Csavar. De jó lenne ki... Nem írja ki, hogy hányos? Ez az lesz, ja, amúgy. Jó. Nem tudom, szerintem egy 10-es körüli? Ezek kicsi csavarok lesznek, mi? Uh-huh. Itt be azért nehogy véletlen kiadjak egy csavar, gyerekek, mert vége lesz. Na akkor ugye ezt fogja be, és akkor megfordíthatom, beszorhatom a dugattyúk. De azt nem értem, a hajtókaroknak hol van a másik oldala. Az nem jövök rá, de majd valami csak lesz. Ez meg hova? Középre? A másik felül? És vágom, hogy miért nem rakja be, egyszer oda kell. Mindig így pörgethetem, forgathatom. Na, nem, jó kell alválni, meg minden. Na. Oké, rárakom a következőt, és azt akkor egybe meghúzzuk, gondolom ugyanaz a kulcs.
Kucs lesz, kucs. Gyerekek, kihagyok valamit, rögtök, biztos. Bocsánat a legyek miatt. Gyermke, ezek nem a izék, ezek lehetnek a csapágyak gyakorlatilag, a csapágyházak. A csapágyat be se kell rakni, hát akkor ezt igazából az a durva, hogy ugye bonyolultnak tűnik, de iszonyatosan le van egyszerűsítve azért, hogy motor nem így történik, hogy fogom a csapágyházat berakom, vagy voltak itt csapágyak, én nem látok csapágyakat. Mindegy, akkor pörítsük már meg ezt a verdát, aztán meghúztam mindent? Hogy néz ki? Úgy, és akkor most? Az előbb volt, Egy. Szelephézagot kell állítani. Vezérlést állítani. Nem mindegy, hova néző. Figyelj, gyerekek! Marad egy fűzkosár alkatrész a végére, és működik a verde, akkor vagyunk a legjobbak. Azt még el lehet adni. Fogalmam sincs, hova kéri. Ezek a nagyon apró dolgok, hogy így... Nem érted, hogy mi van? Na várja, fordítsuk meg. Aha, ja, így most ráraktam, és rákerült. Érdekes. Ott van a másik felhajtókarnak, ami csak egy hirtelen oda teremtődött. És ez valami nagyon pici csavar lesz. Beleraktam még egyet, tehát akkor beszórjuk a négy dugót. Igazából akkor jöhet szerintem a henger, fejtömítés a henger, fej. A szelepek ugye... Nehogy kihagyjak valamit, baza megőrülök. De alulra nem kéne tömítés, amúgy nem akarok indiszkrét lenni, de szerintem igen. Majd keresünk egyet. Blocsk! Gyerekek, itt jöjjünk rá, hogy ez hova. Hopp! Hol jelent meg ez a... Oké. Ezt a kettőt is meghúzzuk. Egy idő után azt hiszem fel kell akasztani az a zárványra, és úgy kell majd beemelni. Nem tudom, hogy mikor jön az idő el, vagy hogy működik ez. Majd úgyis biztos elakadunk, vagy nem. Shubidubi, shubidubi. Kíváncsi vagyok, hogy mit fogok elcseszni. Nem lehet kipróbálni a motort csak úgy? Nem, mi be kell raknom. Mindenki be kell rakni, az meg mondjuk. Egyszeres, mert hogyha véletlenül valamit elcseszel, akkor az baj. Jó, akkor az alja megvan, akkor szerintem nézzük meg, hogy mi van. Nincs a véletlenül olyan tömítés. Vagy pedig lehet, hogy nincs is minden? Mert hogy lehet, hogy lesz olyan, amit bennem kell? Mert például az olajteknél én nem látok tömítését. És én ezt ráküldöm, azt ennyi jó van? Jó világ? Várjatok! Nem kell ide még valami vezérlés? Elvileg nem. Ezt lezárhatjuk, ugye? Mondtam le. Ez kívül lesz a vezérlés. Na. De jó lett volna, hogyha ugyanaz a csavar. Ó, oh, de jók! Van ám itt izé... Frankó dolgok vannak. Azt hittem már nem bírom el. Fura volt. Ön van az izé. Kipufogó csonk, vagy pedig a szívó oldal.
Nem tudom, most így. Szóval nagy böcek csavart is be kell csavarozni, gyerekek, vagy mi ez? Ez az olajleresztő csavar lehet, nem? Hát ezt most megjövjek rá. Ezt is be kellett, oké. Na gyerekek, ez eddig szerintem szuper. Alulra elvileg már nagyon nem kell semmi. A kettő oldalt kellene megnéznem. Vajátok? Ezt így blokkal tudom mozgatni. Na nézzük, mi kellhet ide? Aha. Ide jön a váltó. Az biztos, ez a kuplung oldal, gondolom. Akkor a vezérlés, az meg ezen az oldalon van? Hát mi az a lik? Na mindegy, nézzük. Nézzünk egy... ilyet. Nem, ez a... Aha, ez a izé lesz, ez a... Ez a vezérműtengelyhez lesz. De várj, hülye vagy. Ja. A filózok. Hengerfej jó ez, nem? Nekünk. Jó, hát ez is lassan. Hú, gyerekek, na. Ezt össze kell rakni. Ez mi ez? Kettős tömegű lentkerék, vagy mi a rák? De jó, hogy nem magyar. Ne haragudjatok, de... annyira vagyok ott volna ebbe a nyelvezetbe. Na most itt meg vagyok lőve, mik ezek? Ez valami égszítárcsa, gondolom. Ez a kuplung. Ez a másik oldalra kell. Nem tudom, gyerekek, most egy kicsit meg vagyok lövöldözve. Még nem tudom, hogy mindent felrakhatok-e, érted? Amint úgy nem kell-e állványra raknom. Ide jön a váltó, az biztos. Nem tudom ezt felakasztani erre a kütyüre? Ez valahogy, nem tudom, hogy kell ezt felrakni. Biztos megvan, hogy hova kell akadnia. Hát ezt szerintem még nem kell felraknom. Ez az, amikor nem nézel róla a videót, Mikiper. Már tudnád. Ezt úgy kéne raknom, hogy az olajtechno így lelóg. Olajtechno. Ez az új zenei stílus. Na, ez így jó. De kéne szerintem egy ilyen... dömítés, jó. Jöhetne akkor szerintem ez. Reméljük, nem hagyunk ki semmit, gyerekek. Biztos nem hagyunk ki semmit? Várjatok! Jó. És akkor erre... jöhet ez majd, ugye? Aha. Jó van, gyerekek, akkor ez várjunk egy picit. Csavarozzunk egyet. Hányasra tippeltek? Én egy olyan... 8-asra. Akkor legyen az 10-es. Fogadjunk, vannak olyan csavar is, amit soha életben nem használsz. Csavarkulcs. Ez se, jaj, te sanyi. 7-es. Valamit kifelejtesz, szedheted szét az egészet, mi? Valahogy össze akarom dobni, most nagyon érdekel ez a motor összerakás. És ha véletlen nem húzok meg rendesen minden csavart, mi lesz? Lehet baj a motornak? Na, jók vagyunk. Jöhet akkor szerintem. Ugye erre tippelnék. Hoppa! Jó.
Jó, böcek csavarok vannak. Kicsit valamit elvesztettem a fonalat. Hogy mi a cúra... túros... lótúró ez? Ez nekem ugyan... nem. Valami kimaradnak gyerekek a végén, még az lesz. Szelep felé. Tömítések az nuku, vagy nem kell? Figyeljétek meg, nem rakok tömítéseket, szedhetem szét az egész gépet, mi? Szerintetek kellenek tömítések? Valamit kihagytam, figyeld meg. És idegesít gyerekek, szerintem kihagytam valamit. Ennek a belibe kellett volna az a tengő. Figyeljétek meg. Ugye az, ahogy forog, az nyitja és zárja a szelepeket. És annak itt benn kell lennie ebbe a kütyübe. A izé alatt, ugye a szelep sor alatt. Meg a szelep himbák alatt. És ez csak itt fér el. Megmondom őszintén, két ütemű motort jobban vágom. Ott nincsenek ilyen problémák, hogy szerepek, mi? Elám a jó dolog. Várjátok egy pillanatra, megcsinálom az ajtót, mert nyitva felejtette valaki. Pillanat, ajtó probléma, az mindig föllép ám. Legrosszabb, amikor a húzat csapkodja az ajtót. Na, hova francba kellett mi ezt a hülye izét? Mi a szar ez, vezet? Komolyan mondom, felidegesít. Ott van egy helye, na! Elbasztott keeper. Ott van, na végre, na! Ja, és itt vannak, igen, ott vannak, ott nyomkodja. Jó, nem kellett volna szétszedned. Jó, oké, jó volt. Jó van. Fölösleges volt. Csavarozzunk vissza, nem gond. Mondom, jó, hova kell beraknom, érted? Na, ugye itt vannak ezek a pálcák, ezek mozgatják ugye a szelepeket. De ugye az a durva, hogy a blokkon nincsen meghagyva, vagy gyakorlatilag nincsen meghagyva a helye, ugye? Hogy én láttam rosszul, vagy hülye vagyok? Vagy nyilván hülye vagy, mi keeper? Ilyenkor ma írod is. Ma írod is, hogy kívülják egy keeper. Kicsit kezdünk fáradni, majd elmegyünk ám a boltba. Megveszik az új festést. De most motorfüggő vagyok. Benzínfüggő. Tekeremo, tekeremo, tekeremo. Mert ez is. Franco Nero. De valami jó böcek csavarok vannak. Hát én nem tudom mennyit, mit mondanék. Talán megnéztem ezelőtt már, vagy még nem? Kéne hagyjak egyet. Figyeld meg, hogy megszívott ez a rendszer. Ennél nagyobb már nem lehet. Figyeld, megszívattam magam, valamit nem vettem észre. Nehogy már akkora csavar legyen, érted a tetején. Nem. Vagy nagyon kicsi volt. Az tök nagynak tűnik, hallod? Hülyeség. Jó, mehet rá akkora, izé.
szelepfedél. Így szoka van odakint, látjátok. Sötét van, sötét van. Nem látok. Gyerek, babám gyújtsa a világot. Na, azt mondja, hogy... ide van, nem kö semmi se. Nem tudom, tényleg tömítések, nem vágom. Hogy azokkal mi a szituáció. Hogy ez kölle, nem kölle, de elég érdekes. A situáció, tényleg, hogy most... de ez most miért nem megy rá, barátom? Na. Azé mondom. És ez megint valami mekkora, kisebb vagy nagyobb? Ez előbbinél kisebbnek tűnik. Kisebbnek látszik, de figyeld, nagyobb lesz. Összedobjuk a blokkot, ilyen pikpak. Kisebb lett. Ilyen pici. Irreálisak a méretek. Na, most kezdek megvadulni. Oké, gyerekek, szerintem amúgy egész jó haladunk. Nem tudom, mióta megy a videó. Motorblokkot le lehet fújni, vagy valami, mert nagyon útvarú néz ki. Jó, szerintem frankó. Nézzük meg itt a dolgokat. Ide kell, szerintem ez a kerike. Nem ide kell? Lévettem. De, oda kell, jó. Ez eddig jó, és akkor... kell nekünk. Akkor onnan van a kuplung, ugye? Az jó. Gyerekek, valamit elcsasztom szerintem. Szerintem valamit elcsasztom. Hoppá, leesett. Valamit benéztem a rajzot. Még elbírjuk, jó van. Valamit itt, szerintem... hoppá, az olajteknő csavar nincs is meghúzva az egyik, az jó mondjuk. Azt nézem, hogy itt... minden esetre azt az olajteknőnek a csavarját azt nem láttam meghúzni. Ha már egyszer. Jó. Hadd nézzelek, barátom. Érdekes megoldásokat alkalmazok. Sajnálom. Jó, oké, alakulunk. Ezt nem kell felfogadni? Ugye? Nem. Várjátok, nem vágom egyébként. Ide mi kell még? Ide kell ez? Tényleg nem értem. Jaj, ne essél le, barátom. Most kezdek így belekeveredni a dolgokba. Remélem, nem kell szétszednem egyébként. Ez nagyon gyanús, ez lesz az. Aha. Ez lesz az. Nem kell csavaroznom, de ott már kell csavaroznom, ja, bocs. Csak szét ne kelljen szednem az egészet, imádkozzatok, gyerekek. A
A vezérlés oldalon megint nem vagyok full tisztában, úgyhogy ez megint szopás lesz. Ezeket, ne? Az a baj, csomó alkatrészt így ránézésre, fogalmam sincs, hogy mi ez. Tök sajnálom, de ez így van. Ez az érdekes, ezt miért nem engedi fölvenni? Ja, hogy már ez egybe van. Uh-huh. Csavarodás lesz? Csavarodás? El fogom cseszni, gyerekek, megőrülök. Na ez csak kisebb az a csavar, ugye? Ti is úgy látjátok. Jó, sikerült. Ez remélem, ez nem... Lehet, hogy pont várjál? De valami... Aha, ezt nem jól csinálom, ezt nem jól csinálom. Tudom. Ezt össze kéne szerintem pattintani először, utána kéne felraknom. Úgyhogy meglessük. Amikor... Tényleg nem nézel tutorialt, mi? Igen. És próbálkozunk meg egy ilyen... Aha. Mindjárt jobb lesz, kimarad volna egy alkatrész, gyerekek, mi? Annyira parázok egyébként, hogy legbelsejéből kihagyok valamit, hogy ez hihetetlen. Egyébként a Honda Dio-nál most elárulok egy titkot, aki... Anno nézte a Honda Dio sorozat felújítás, vagy Honda Dio felújítás sorozatomat. Na az nem tudja, hogy... Senki nem tudja, hogy amikor szétszedtem az egész Honda Diót, meggyűrűztem, kapott új dugattyút, új gyűrűket, ugye, mindent. Szétszedtem az egészet, ugye ki kell dönteni a izének a robogónak, szét kell szedni a fél robogót azért ugye, hogy hozzá tudja férni. Na hát akkor az történt, hogy összeraktam teljesen mindent, ott tartottam, hogy rárugok, és akkor oda megyek az asztalhoz, és a csapszegnek az egyik zéger gyűrűje, az ott volt az meg a jövőn. Ott volt az asztalon. Nem raktam be ugye a hajtókar és a dugattyú közé a csapszegre, nem raktam rá ezért. Képzeljétek, mennyire boldog voltam. Na ezt meg úgy akarom fordítani, hogy még egy kicsit rálássak. Arra a felére. Én úgy kéne elraknom erre az asztalra, csak most már nagyon perek-parog. Így lesz a jó. Érdekes, hogy csak a blokkot így én hajtogatom lightosan. Na, akkor azt hiszem, hogy itt megvagyunk, ugye? Ez nagyon egy kuplung tárcsának néz ki, csak nem értem, miért nem akar ezt bemenni. Izé váltóba engedi rakni. De szerintem a váltót azt akkor majd izékor kéne felrakni, ugye? Amikor föl van a padon, én úgy gondolom. Gearbox. Ja, ezt akkor rakjuk be az asztal alá addig. Jó, srácok, igen. Jó vagyunk eddig. Mondhatjuk. 4 gyertya is belemehetne lassan, ugye, mert miért nem? Na mi a szütyök van? Nem mindegy, hogy hova nézzünk, gyerekek. Jó. Van gyertyakulcs a játékba? Remélem, mert akkor meg vagyunk lőve. Fogunk a köbe tekerni. Berakjuk a 4 gyertyát. Mit hagyunk ki, gyerekek? Mit hagyunk ki?
Mi lesz kihagyva? Mi szivat meg minket úgy Isten igazából szerintetek? Hm? Na mi a szar van? Ez érdekes, nem mutatja, hogy... Igazából másra mire használnád, mi? Oké, jó. Na nézzük, mi van még, amit most így felszórhatnánk magára a motorra. Nem vagyunk még ott, hogy... itt van az egyik motortartó. Föl kéne rakni magát a motort arra az állványra. Szerintem itt van az egyik motortartó, az lesz, ugye? Vagy nem oda tudom így behajtani? Vagy hol kell? Én ezt be tudjam illeszteni ide, gyerekek. Mit gondoltok, hogy hogy van ez? Föl tudom ezt rakni ide? És tudom, hogy kell ám egyáltalán... hogy így fel tudom egyáltalán rakni, vagy bármit kell-e állítanom hozzá? Ebben kellene lenni egy luknak, várjál, megnézem a másik oldalát. Ott kéne lenni egy luknak, de nincs ott az a luk. Az egyiket az vágom, hogy arra fülecskére kell rakni. De itt például... hova? Lehet, hogy még kell felraknom dolgokat. Na jó, mindegy. Akkor itt van ugye a felömlő-leömlő dolog. Hol a karbi? Itt van a karbirator. Nem értem, hogy miért nincsenek izék. Várjál. Be tudom rakni ettől még a izét, a leömlőt? Hol vagy? Hol van a kipufogó leömlő téma? Itt. Na, hogy ezt így beengedi rakni még vajon? Vagy először ezt kéne beraknom? Lehet. Aha, így kell. Jó, oké. Ja, hát ezt nem tudtam volna berakni már alá. Szerintem, de aztán lehet, hogy igen. Mire tippeltek? Én egy olyan 10-esre. És nem találtuk el. Gyerekek, hányos lesz az most? Ja, 9. Tizenkettő. Nézzük így. Ne őrítsél meg, komolyan mondom. Jó, menjünk innen fölfele, az összeset megnézzük. Hoppa, az érdekes, várjál. Minek a csavarja, be van csavarva? Be. Az a baj, egy kicsit elökörködöm már, nem is ökörködöm el, hanem úgy... hogy olyan... Nem, tényleg nem elhülyéskedem, hanem ugye kapkodok. Ezt kihagyok egy csavart, lehet, hogy nem tesz jót a motornak, hogy így nem lesznek meghúzva ilyen csavar. Be kéne hajolni most, ugye? Itt bele lehet hajolni a dolgokba. Tök jó egyébként, ezt nem is... Nagyon durva, hogy így be tudsz hajolni. De azért van, ugye gondolom, hogy azért lássál valamit, mert különben... Elég nehéz lenne, ha nem látható helyeket szerelgetni. Jó. Jöhet akkor a... szívós... karburátoros téma. Remélem ugyanaz a csavar. Hú, gyerekek! Nem egyszerű az élet.
Na figyeljetek, lehet, hogy elmegyünk egyet vásárolni, megveszik az új skint. Már csak azért, mert... Mi az már megvan? Hát csak azért, hogy tudtok hozzászólni, hogy mit csetek el, meg mit nem. Úgy szerintem kb. Úgy jó haladunk. Hogy mikor kell felrakni erre az ére, erre blokkra, meg ilyesmi. Ezt nem tudom. Na jó, nézzük. Egész kis baba, nem? Egész kis baba motorunk van, hoppa. Leesik, ám. Ide be akarom rakni, hogy félig lelógósra, tudod, mind az előbb. Csak el fog dőlni, mi? Ó, te fiú, hát hogy nem maradsz ott már az anyádul is tört. A baj, csak a blokkot fogom, meg akkor tudom megemelnie. Na, várja. Á, meg he. Hete. Ja, így tetszik, így jó, így lehet izélni, buzerálni. Ja, oké, gyerekek, hát itt még ezt a vezérlés oldalt is össze kell rakni, ugye. Azok benn vannak. Ja, a vezérlés oldalnak neki kéne állni. Itt nekem gyanúsítottak a dolgok, hogy itt mi hiányzik. Itt valamit sikerült kihagynom. Itt valamit sikerült kihagynom. Tuti buli városból, hogy ott kihagytam valami, gyerekek. Ezt hagytam ki. Ezt sikerült kihagynom. És ezt már így nem is tudom rárakni. Csak akkor, hogyha leveszem a szelepézét, az olajteknőt. Mást ugye nem kell levennem, csak az olajteknőt. Tehát csak az olajteknőt kell levennem, az nem gáz. És akkor ezt... Nem, ja. Ja nem, mert ott a csavarok azok belemennek ebbe. Szerintem... Hogy van ezzel fordítva? Ja, így. Így még egy kicsit fordul. Ja, az hiányzik. Jó, oké. Figyeljetek, alszunk egyet gyorsan. Eszünk, alszunk, ilyesmi. Hol van a furgon? Eszünk, alszunk, ilyen. Dolgokat csinálunk. Mi van a furgon? Eszünk egyet gyorsan. Hol van a kaja? Kaja, maja? Hol vagy kaja? Már is nem vagyunk éhesek. Alakul a cucc, alakul. Egyre kevesebb alkatrész van ugye. És nem tudom, hogy tényleg a temítések? És figyelj, az szelepfedélnek is kéne temítés lenni. Mindenhol kéne temítésnek lenni. Ez egy, nekem nagyon érdekes, hogy ez... Hogy nincs. Amiatt nem... Jövőben azért folyik a víz még azóta is. Alszunk egyet reggelig. Aztán akkor elmegyünk bótba. Elmegyünk, megnézzük, hogy milyen az új... Hát 2700-ból csak kijön, érted, nem? Mondjuk lehet, hogy nem arra kéne költeni. Hány óra van? Nem tudom, meddig van nyitva a bolt. Tudod, melyik ott... Tudom, na. Ott. Hány óra van? 2 óra. Fogadjunk be, fúzzunk bele, mind a... Menjünk, mind a vadlibák. Izébe megyek. Nagy géppe. Ezt jobban komázom. Vagy csak megint az izítási procedúra, hú, de utálom azt. Szálljál már benn, bazzel. Ez beszállás, gyerekek. Ettől megyek a falnak. Jaj, izítani kell. Várjatok, itt van egy olyan, ugye, hogy kereket le kéne rakni átul, nem? Az nem tetszne jót a... És tervileg leraktuk. Na, elaludt, jó. Hál' Isten. Megint izítani kell. Na, izzics, menjünk ma. Gyerekek, hát ettől, ez én állom ez a... Menjünk ma! Már 2:45 van. Léci! Nehogy már megint annyit ke... Szóval újra rányomok. Megint az van ugye, hogy... Kikapcsol. Nem ráindít, hanem ugye...
Leveszi a gyújtást. Próbálom gyorsan, nem? Hú, de utálom ezt el. Te fiú, nehogy már azt csináld, amit akarok. Ezt az izzítást se értem, hallott, hogy eddig kell. Komolyan, mi ez, bazze? Most ugye megnyomom egyszer, nem azt csinálja, hogy próbálja indítani. A végre csoda történt. Nyomunk egy kagyart, ezt is ki lehet ütni? Valami, neki mentem, vagy mi történt? Gyerekek, most megküldjük a Verdát. Megnézzük, mit bír. 4. Most vagyunk 60-nal. Oda kell érnünk zárásra. A 2:30, nem tudom eddig mennyit van. 6. 6-ba vagyunk. Most vagyunk 70-nel. Jó ez. Megy az gyerekek, 70. Ilyen 80. Most 90. Kicsit lassítsunk, úristen. Sok lesz gyerekek, sok lesz. Bazza, majdnem a mocsárba beleugrattunk. Vasút, csak ne jöjjön a vonat. Itt balra kellene menni. Ne kéne lassítanom, nem kéne visszaváltanom. Mondjuk de egy, kettőt visszaváltunk. Kicsi fék. Kanyar. Tiszta rali gyerekek. Nem 3-ig vannak. Tettem az 5-et. Mehet neki a 6-dik. Durcia ver a gyerekek. Hopp, ez nagy kanyar. Ó, még jó, hogy lassítottam, úristen, majdnem neki a fának. Megint 5. Jó, itt is balra. Sörös láda össze-vissza repked. Jó, már 4-be ki lehet húzatni, olyan 60-ig. Utána fel kell váltani. Gyorsan. 3 óra elmúlott, hoppa. Megérkeztünk? Még nem. Megint 80-na szágoldunk. Vonat. Egyszer rá fogok cseszni erre vonatos dologra. De 90 valamennyivel megyünk, gyerekek, mindjárt 100. Kanyar. Fékezek, már kisodródik. Hol van már az épület?
Pedig nagyon jövök, nagyon jövök. Hát ez így is basszus, egy órás táv. Jobb, mint valami rally, komolyan mondom. Na, megjöttünk. Gyerekek, kipróbálok valamit. Fucking break. Barant. Nem nagyon fog. Jó, megjöttünk. De annyit van ez. Muscle car. Nem hiszem, hogy izé van. Szombat van. És izé van, hétfőtől péntekig, vagy mit tudom én, biztos 8-tól 16-ig. Ha nincs itt senki. Jó, hát azért rohantunk. Franc egy sem bele. Ezt el lehet vinni? Ezt komolyan lehet használni? Hoppa! Gyerekek, ebben van a kulcs. Nem azért, hogy nagyon fostos vagyok, de nem akarom elcseszni a játékot. Lehet, hogy valami elcsesződne a játékba, hogyha én ezt elkezdeném izélni, hajtani. Ebből ki kell lopni a motort inkább. Na jó, húzzunk vissza, gyerekek. Nem tudok menteni, rájöttem így. Na. Letörjük az ajtót! Gyert már be! Jó, megyünk, vissza kell mennünk. Akkor nincs, hétvégén nincs itt be, gondolom ezt rá is jöttetek néhányan. És nem szóltatok nekem. Ne felejtsük el jobbra fordulni mindig, mert különben baj lesz. De nagyon küldöm visszafele. Lehet, hogy izével egyek. Ötödikbe kéne menni, mert... Hát, nyomjuk a hatot. Mondom, nyomatékosabb ötödikbe. Mekkora fékezte itt, mi? Milyeneket fékeztem? Hogy mik ezek a féknyomok, úristen? Mit csináltam én? Jön a vonat! Ezek ilyen kiló körül megy ilyenkor. Szméletlen. El se hiszitek, mekkora sebesség ez ebben a játékban. Nagyon para. Hát ugye nekik gangolsz egy fának, akkor abban a pillanatban megholtál. És nincs olyan, hogy mentés, meg újrakezdés, meg ilyesmi. Te figyelj, gyerekek, jó fele jövök én? Neked volna elfordulni valahol? Nem, itt lesz a forduló jobbra. Ötbe hat falig, azt utána lehet neki csak rakni a hizét. Hatot különben nagyon nem szereti. Ha jó van, gyerekek, akkor szerelni kell tovább. Hétvégét szereléssel fogjuk tölteni, aztán majd utána. Kicsit gyors volt, úristen. Ennek nem tudom kiütni a szélvédőjét egyébként. Tudod kipörögni. Ja, én még egy szereléssel fogjuk tölteni, ugye szombat van. Vasárnapot még az eltöltjük. Megpróbáljuk összerakni akkor a motort, hopp.
És utána... megvesszük a festést. Hát remélem, hogy működőkép. Írjátok meg, srácok, hogy mit kéne mennem rá, meg ilyesmi. Mert gyanús, hogy nincsenek tömítések, meg hogy mit hagytam le esetleg, hogyha nagyon tudjátok. Ezen jól lehet menni, a furgon nem tetszik, pattog, minden baja van. Ez brutál ez a nagy dög. Az ajtó meg már megint nyitva. Meghalunk? Nem lassítok akkor se. Tiszta ide kamionral így gyerekek, izé. A Dakar mi? Hatból egy picit visszarakod ötbe, mindjárt van nyomaték. Ha nem nagyon akar menni. Hopp, csak nincs benne üzemanyag lassan. Ez kurva jó volt. Ez nagyon jó volt ez a csapatás. Brutál ez a Verde, gyerekek. Ez nagyon-nagyon durván adja. Imádom. Ki nagyon király meg ez a design. Jó van, srácok. Na, akkor az van, hogy motorszerelés tovább. Írjátok meg, hogyha esetleg úgy gondoljátok, hogy valami elcseszőfélbe van. Szóval igazából szerintem annyira talán nincs. Na, köszi, hogy itt voltatok. Jók legyetek. Csá. Ja, kell egyet pisilnem, azt úgy mentek. Mindig elfelejtem, nehogy kilépjek.